Be kell valljam, a Seat Ibiza nem állt sose közel a szívemhez, de mindig kipróbáltam egy-egy olyan verziót, ami igazából tetszett, de valahogy egy kicsit egyszerű, egy kicsit olyan fapados verziónak tűnt a korábbi generációk során. Aztán az utóbbi években ugye elkezdtek szépen javulgatni, és hát az Ateca, ugye a szabadidő autójuk elég szép sikereket ér el, az úgy fogy, mintha tényleg cukrot osztogatnának, és egyébként az egy jó autó is. A Leonból is szerettem jó néhány típust, de most ugye visszatértünk az Ibizára, amelyik egy alapos generációváltáson esett át. Megkapta a Volkswagennek ezt az új moduláros padlólemez platformját, ami azt jelenti, hogy végre tágas, méghozzá annyira tágas, hogy így először, amikor belőltem, meg is lepődtem. Valahogy az Ibizáról egy ilyen szűk autó emlékem volt, és ebben pedig egy jóval nagyobb a hely, főleg itt szélességben. Pedig szerintem külső méretekben egyébként magasságra meg hosszra nagyjából nincs különbség a korábbi modellhez képest, de valahogy belül sokkal nagyobb a hely, és a tengelytáv is nagyobb, ha jól emlékszem, 10 cm-rel. A szélesség talán 8-al, de ebben nem vagyok teljesen biztos. És a motorválaszték is megváltozott. Van egy 1 literes, 3-hengeres motor, ami ha szívó, akkor 75 lóerős, ha turbós, akkor 95 vagy 115. Ebből most pont a középsét kaptuk meg, a 95 lovast. Lesz majd 1.5-ös turbó is, az már az 150 lóerővel, az biztos egy nagy élmény lesz FR kivitelben, és ugye a 1.6-os dízelnek is megkapja a különböző teljesítmény szintű verzióit, de most maradjunk inkább a benzines kínálatnál, hiszen nagyjából tényleg a középutat lőttük be ez az autóval, a felszereltségben is, és a motorválasztékot tekintve is. Az az igazi háromhengeres hangja van, nem tudom, remélem hallják, nem szeretnék ezzel együtt élni, de nagyon sok háromhengeres autónál ezt már elmondtam. Az az igazi Warburg életérzés, miközben sokkal jobban megy, mint egy Warburg, viszont ami tetszik, hogy nagyon merev tényleg, úgy egyben van az egész kaszni. Maga a műszerfal is szerintem sokkal jobban néz ki, mint az előtt modellben. Egy kicsit kemények a műanyagok, de ebbe szerintem kár belekötni, azért mégis egy kis autó, nem luxus autónak gyártották. És apúgy pedig tényleg az a Volkswagen csoportos életérzés, egy kicsit megbolondítva, hogy azért ez egy Seatos modell legyen. A váltó egy kicsit hosszabb és akadósabb úton jár, mint amit én szeretek. Ilyen téren azért mondjuk egy Mazdával már sokkal jobb élmény vezetni. Azt kell mondjam, hogy egy kis autóhoz képest ez egy kicsit úgy nagyobb érzetre, úgyhogy emiatt előszeretettel ajánlanám bárkinek is, de még mielőtt ezt megtenném, mindjárt egy félreállok, mert az előbb már elővettem a kesztyűtartóból, benne van a pontos ára, és nem akarok hülyeségeket beszélni. És ennek a kocsinak az alapára, már ha egy full alap 75 lovas 1 literes szívó benzinessel, amivel nagyjából nagyon nehéz lett gyorsan menni, azzal veszük, akkor 3.300.000 forint, viszont ez a Style 1 literes TSI már 4.759.000 forint, úgyhogy én ezt az autót nem ebbe a felszereltségbe, hanem egyen magasabbba választanám, és egyen erősebb motorral. Magyarul elértük a 6.000.000 forintot, ami azt gondolom egy elég szomorú, úgyhogy nincs digitális kíma, úgyhogy tök egyszerű a multimédiás rész. Azt kell mondjam, az Ibiza jobb autó lett, és tényleg tetszik, főleg a térkínálata, viszont az árával nem vagyok kibékülve, úgyhogy remélem kapunk egy másik kivitelt, ami addigra talán még jobban megtetszik, akkor már talán ez 6 fokozatú váltó is hozzá. Valószínűleg annak az ára még húzósabb lesz, de talán addigra egy kicsit még az árlistát is kozmetikázzák.